2016-ban megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás. Ennek keretösszege 49,5 milliárd forint. A pályázati felhívás módosult, hiszen meghosszabbították a támogatási kérelmek benyújtási határidejét, hívta fel a figyelmet Tamási Balázs. Öntöző rendszerek telepítésére, beszerzésére lehet pályázni ebben a vidékfejlesztési program által támogatott pályázati lehetőségben. Itt a következő határidő az december 2-a idei évben, akkor van egy határnap, amikor bírálják az addig beérkezett pályázatokat. Itt a támogatás intenzitása az változó ügyféltől, ügyfél lakcímétől, telephelyétől függően, ez ilyen 50% és 70%, tehát 50-60% vagy 70% lehet a bekerülési költségnek. Utófinanszírozott pályázatról van szó, tehát meg kell mindent vásárolni, beépíteni, megépíteni, és utólagos elszámolással kapja meg ő ezt a támogatást. Lehet előleget is, az elnyert támogatásnak az 50%-át lehet előlegben is lekérni, ez egy külön előlegigénylési folyamat részeként. Másrészt az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege megduplázódott. Ennek összege egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd forint, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd forint. Jelenleg annyit tudunk, hogy még nem merült ki a keret. Az összes ilyen vidékfejlesztési programos pályázatról összességében elmondhatjuk azt, hogy jó része már kifutott. Úgy zajlik a pályáztatás a vidékfejlesztési programon belül, hogy ebben a 2014 és 2020 közti időszakban meghirdettek már nagyon sok pályázatot. Amire sok volt az igény gazdálkodók részéről, azt az ilyen pályázati elbírálási határidőkor már lezárták az ömét, egy-kettő van még, néhány pályázati kiírás van még nyitva, ezekre még jelenleg van keret. Ugyanakkor jó hírnek számít, hogy a már nyertes pályázóknak elkezdődtek az előlegfizetések. Valójában elindultak az előlegfizetések, gazdálkodóktól halljuk ügyfeleinktől, hogy folyamatosan jönnek a támogatások. Ezek a 2019 májusában igényelt egységes kérelemben beadott támogatási kérelmekre járó pénz egy részét már megkapták az ügyfelek. Ez változó, nagyságrendileg azt mondhatjuk, hogy durván az igényelt összeg felét kaphatja maximálisan meg mindenki, de persze ettől nem kell megijedni, ha valaki nem kapott, valószínű jár neki, de lehet, hogy ott pont ellenőrzés zajlik, vagy egyéb ügymenet, az övét még nem zárták le, akkor folyamatosan kapják. Pontosat azt nem tudok, de olyan általában így december 20-a körülig még szokott utalni az államkincstár, ott karácsony előtt általában mindig már lezárják az államkincstárnál az utalásokat, tehát addig még sokan megkaphatják a pénzt.